Az idősek iránti tiszteletét Hájó Zoltán polgármester és Pongrácz Kálmán önnyugdíjas otthon igazgatója is kifejezte. A polgármester hangsúlyozta, hogy a társadalom csak az idős emberekkel teljes, az aktív évek gyümölcsöző munkáját pedig megilleti a megbecsülés. Az idősek otthonának lakóit kultúrműsorral és apró figyelmességgel lepték meg. Számunkra az idősek hónapja az egész évben tart, ugyanis azért vagyunk, hogy ezek az idősek, akik itt laknak, jól érezzék magukat. Itt konkrétan őket ünnepeljük, és ők állnak a középpontban. Több kultúrműsor is van, több beszélgetés is van, több figyelmesség, kedvesség is van, és több ajándék is van, úgy közös ajándékok és személyes ajándékok is. A Városi Nyugdíjas Klubban Horváth Zoltán és Alszapó László alpolgármesterek köszöntötték a szépkorúakat. A köszöntő után kocintottak az ünnepeltek egészségére, valamint virágot adtak át a klub tagjainak. Az egészségügyi középiskolában az idősek hónapjában egy újszerű kezdeményezés valósult meg. Tájékoztató előadást tartottak a szépkorúaknak az egészséges táplálkozásról, egyúttal egészséges ételekkel kínálták őket. Emellett vércukorszintet és vérnyomást is mértek. A tapasztalatcserje is megtörtént, és hát az előadás befejeztével voltak, akik személyesen négy szem közt is próbáltak tanácsot kérni. Nagyon fontos az, hogy minden típusú és minden nemű táplálékot fogyasszanak. Tehát ez a legrosszabb, amikor a táplálkozás egyoldalú, illetve időskorban nagyon fontos a megfelelő folyadékmennyiség bevitele. A középiskola egy további rendezvényt is szervez az idősek számára, ahol mozgásfejlesztést tartanak számukra.